orvostudomány fejlődése olyan hihetetlen módon megugrott, és hát most viccesen így szoktam mondani, vagy magamban így fogalmaztam meg, már ki tudjuk egyik ember fejét cserélni a másikéval szinte. Ez nem úgy működik, hogy meggyógyul, majd a következő válságba fogunk átlépni. A finanszírozást mindenképp növelni kell. Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó. Köszöntöm a kedves nézőket, egy olyan téma kerül ma a Chill Zone asztalára, amiről mindenki mindent tud, amihez mindenki ért, és tulajdonképpen amiről mindenkinek van véleménye, hát így leszünk ezzel most mi is, az egészségügyről fogunk beszélgetni. Én azt a címet adtam a műsornak, hogy beteg az egészségügy? Aztán majd kiderül, hogy igen vagy sem, de hogy kikkel beszélgetek, és most nem Dian Rabit mutatom be elsőnek, mert ő az állandó vendége a műsornak. Hogsári László, két orvos egyébként. Hogsári László és Molnár Ferenc, köszöntelek benneteket, és szia Robi! Hello, szervusz! No, tehát betege az egészségügy, ez az én alap kérdésem, de nem kell erre most hirtelen egy igennel és egy nemmel válaszolni. Az apropót, hogy még egy picit magamnál tartsam a szót, az adja, hogy néhány híradóval ezelőtt a Szolnok Televízióban foglalkoztunk a kórházak adósság állományával, sok mindenről volt szó ebben a híranyagban, és többek között kaptunk egy olyan kimutatást, itt van a legnagyobb adósok egyike, jelen állapotban 155 millió forinttal jásznak, úgy Szolnok megyei Hetényi Géza kórház, de azért csak ennyivel, mert decemberben még ilyen milliárdos tételnél tartottunk, csak ugye a kormány ismételten konszolidálta az adósság állományt. Tehát ez adta a beszélgetés kiinduló apropóját. De aztán annyi mindenről lehet beszélgetni, most én direkt felvezetem ilyen hosszan, hogy aztán adjak egy kis irányt a beszélgetésünknek, mert hogy Ráksi Lászlóval, az Orvostechnikai Szövetség főtitkárával is készült egy interjú, aki azt mondta, hogy be kellene vezetni azt, hogy aki egészségesen él, az kevesebb TB-t fizessen, aki viszont dohányzik, iszik, egészségtelenül él, az többet, illetve a megoldás az a magánegészségügy bevezetése lenne. Nagyon sok mindent mondtam. Melyikkel kezdjük? Szóval ti hogyan látjátok globálisan, összességében most az egészségügy helyzetét? Mint laikus kezdhetem, mert ugye én vagyok a legkevésbé felkészült ebben a témában, úgyhogy én már mondanám is, hogyha tényleg ilyen problémákkal küzdik a szolnoki kórház, amit mondtál, és a kérdése még most is fennáll, hogy beteg-e a magyar egészségügy, akkor egyértelmű a válasz, hogy beteg, mehetünk haza, kész, vége a műsornak. Tehát ha ilyen adósághalmazt képes összeszedni egy egészségügyi létesítmény dacára hihetetlen fejlesztéseknek, akkor beteg az egészségügy. De most bocsánat, nem, én most csak ugye a miénkről beszéltem, de ilyen a lista. Tehát hát, itt a van adósság, majdnem minden globálisan, minden. Van nyereséges kórház Magyarországon, leszámítva a magánszférát? Legyek őszinte, azt hiszem, nem tudom megmondani, hogy talán egyet vagy kettőt láttunk ebben a nagyon hosszú listában, ahol pluszban vannak, aha. De én azt gondolom, hogy szinte mind mínusz. Tehát gondolom néhány szívsebészeti osztály, ahol jó erősen támogatott, aztán nem. De nem. De volt még, volt, hogy az a bácsi mondta, hogy ez az orvosi műszerész vagy kicsoda, ezt hogy akarja mérni? Az nem derült ki, gondolom, hogy akarja mérni, hogy te egészségesen élsz, vagy nem egészségesen élsz, és ez alapján mennyi pénzt fizetsz? Hát ezt nem is, azt hagyjuk a frontba, annak értelme. Azért ne hagyjuk, mert a Sajtóasztal című műsorban szintén szóba került x héttel ezelőtt ez a téma, és ott például azt mondták, hogy de lehet azt mérni, például egy állandó kötelező szűréssel, és azt például meg tudja mondani, hogy te milyen állapotban vagy, abból lehet következtetni, most én csak laikusként mondom, talán lehet azt egy állandó fitness bérlettel, vagy nem tudom én mivel igazolni, vagy a görs tudja, egy orvos meg tudja mondani? Na, tiéd, az én hogy én hogy nézek ki, nagy a májam, kicsi a májam, fekete a tüdőm, nem fekete? És fekete. Dohányzom, iszom, tehát meg lehet ezt állapítani? Na, vannak szűrésre lehetőségek. Tehát de a szűrés az meg tudja azt mondani, hogy én egészségesen élek, vagy sem? Hát persze, hogy ha teszel-e valamit, érte ez a lényeg. Tüdő került szóba, akkor mondanám, hogy tüdőgyógyászok bizonyos légzésfunkciós vérgázanalízis módszerekkel azért ki tudják mutatni
napokra visszamenőleg is, hogy mondjuk mennyire tiszta a vére szénmonoxidtól, nikotinfüsttől, egyebektől. Hát egy edzettségi állapotot is föl lehet mérni, testsúly, testmagasság, testtömegindex számolásával. Hát az már, hogy a laborban ő neki vannak-e eltérései, elsősorban ugye a koleszterin szint, ugye, ami nagyon nevezetes dolog, vércukor, ezek nem minden esetben az életmóddal függnek össze. Mondjuk a testsúly az azért hajlamosít érbetegségre, cukorbetegségre, de van beleszületett cukorbetegség, a koleszterin szint emelkedése is nem föltétlenül csak táplálkozási problémákra vezethető vissza. Sok mindent lehet szűrni. Vannak májbetegségek, amikor emelkedettebbek a májfunkciós értékek, és nem az alkohol befolyását. Igen, ez azért jó, hogy mondod, és bocs, hogy belevágok, mert ugye a szűréssel egy csomó minden kimutatható, de lásd, most már mondtál egyből egy-kettő-három olyan példát, ami nem feltétlen azon múlik, hogy én egészségesen élek-e, vagy sem. És ugye ebben a javaslatban az volt, hogy az fizessen többet, aki egészségtelenül él. Na és ez az, amit talán nehéz akkor. Hát ez arra lehet jó, Max, hogyha valakit ki akarunk csinálni, akkor kitalálni. Na jó, akkor most kérdezem a másik orvosokat, Feri, te mit gondolsz most feltételezve azt, hogy lehet ezt mérni? Mondjuk tudnánk exakt módon mérni. Jó út lehet, de aztán ezt persze kérdezem mindenkitől, hogy fizessen többet az, aki egészségtelenül él? Jó út lehetne, de én úgy gondolom, hogy aki egészségtelenül él, az eleve többet fizet, hiszen fizeti a dohánytermékek utáni adót. Tehát, hogy valamilyen formában... Jó, de ez be fog menni az egészségügybe? Hát az lenne jó, hogyha ez az egészségügybe vétele. Hát a chipsadó az megy az egészségügybe például. Többet fizet, és akkor nem a biztosítási díja lesz több. Ugye, hogyha valaki autót vezet és felelősségbiztosítást, akkor a bizonyos tulajdonsági alapján. De ez is egy borzasztó dolog lenne, hogyha ezen múlna az egészség állapota, hogy elegendő chipset esznek-e az emberek, meg eleget dohányterméket, eleget tesznek. Megvan az ötlet, amit most mondtál. Ugye, mert most arról beszélünk, hogy le kellene szoktatni ezekről az embereket. Képzeld el azt az ideális állapotot, hogy nem dohányzunk, nincsen chips, akkor nincs bevétel. Nem. Feri annyit azt mondta, hogy ha ez tényleg... Nagyon logikus. Igen, tartalmazza az alkohol meg a dohány azt a tételt, összegszerű tételt, ami az egészségügynek forog vissza. Tehát nem mindenféle hülyeség. Na, hanem látod, az egészség, hogy amikor azt mondtad, hogy ez zárjuk fel ide, a percben, és már is nincs erőgében. Zseniális. Az a helyezzel, hogy a dohánytermékek adója az a töredékét fedezi annak a kárnak, amit egyébként a dohányzás is okoz. Tehát ahol nem tudná a... később tüdőrák kezelését az által befizetett adókból finanszírozni. Világos, de akkor is legalább valami megy. Valami menne akkor is, valami kis... Jó, hát amikor arról beszélünk, most maradva még ennél a gondolatnál nagyon rövidre zárva, és tényleg akkor ezt rövidre zárhatjuk, hogy fizessen többet, az nem azt jelenti, hogy akkor ő ezzel ki is fizette ezt a fajta pluszt. Tehát ez csak egy ilyen... többlet, vagy nem tudom, hát ezzel le lehetne szoktatni az embereket, mert nem akarnak sokat fizetni. Visszatartó erő. Visszatartó erő lehet. Igen. Például. Na, ez lett volna egyébként a beszélgetés vége, hogy akkor mi lehet a megoldás. Most ez egy megoldást akkor kipipáltunk, majd még ezt hátra lesz idő, eszembe jut. Na, zseniális. Golyan akkor... Én le is fagytam, kész vége a műsornak ezt az ötletet, szerintem zseniális. Jó, de akkor ugye azt mondta Robi, hogy szerintem beteg az egészségügy. Szerintetek? Megint ti benne vagytok. Krónikus beteg gyerekek. Tehát egy krónikus betegség. Igen, de mi így élünk. Tehát, hogy amióta eszemet tudom, és orvosként dolgozom, meg egyetemre jártam, folyamatosan azt hallottuk, hogy az egészségügy válságban van. A válság jellege, formája az változott, de hogy egyébként folyamatosan válságban élünk, valahogy hozzá is szoktunk, az tény. Jó, akkor ebben a mondat végére jutottunk, azt gondolom, nem. Hogy mondjak még ezzel kapcsolatban annyit, hogy én úgy mindig óckodtam volna attól, hogy majd én valamiféle olyan szerepet töltsek be az egészségügynek, hogy mindig reformok mennek, és a
az újítások, hogy én ezekben részt vegyek. Tehát az egészségügyben igazságosan mindenki számára csodálatos, tökéletes módon megoldani lehetetlenség. Annál inkább, mivel az orvostudomány fejlődése olyan hihetetlen módon megugrott, és hát most viccesen így szoktam mondani, vagy magamba így fogalmaztam meg, már ki tudjuk egyik ember fejét cserélni a másikéval szinte. Figyelj, csak ezt én is szoktam mondani. Csak aki legyen, aki megfizeti ennek a költségeit, mert az új megoldásoknak olyan hihetetlen költségei vannak, és hát ugye ezt halljuk állandóan, hogy hát végül is sikerült befogadni ilyen eljárást, olyan eljárást biztosítunk. Hát ugye főleg én, hogy mondjam, ugye én már nagyon öreg vagyok itt a szakmába, ugye 40 éve, több mint 40 éve dolgozom orvosként, hogy, és hát alá tudom támasztani, hogy állandóan probléma volt az egészségüggyel, és mindig, de igazán olyan megoldást, ami mindenki számára jó és megfelelő nem sikerült találni. Majd beszélünk a megoldásról. Na, mit akartál mondani? Azt akartam mondani, hogy ez egy baromi jó technika, egy társadalompszichológiai technika, hogyha az embereket folyamatosan egy válsághelyzetben tartom. Mert ha már eleve adott a válsághelyzet, a következő válsághelyzet, ami picit már válságosabb, mint az előző, az még attól válsághelyzet lesz. Tehát az embereket szépen hozzá kell szoktatni a válsághelyzethez. Egy idő után aztán kezdesz majd érvelni, hogy ó, hát de milyen rossz volt ezelőtt 10 évvel is. Hát, hogy ez van. Hát, tudomásul vettük, hogy az egészségügy válságban van. Én is ezt hallom, mióta az eszemet tudom. De a világon mindenhol. Tehát nézd meg egy-egy választásnál, valamennyi programban ott van, hogy most már rendbe tesszük az egészségügyet, és nálunk sokkal gazdagabb országokban. Én akkor döbbentem meg, amikor egy nagyon picikét ráláttam, nyilván felszínesen is lehet, hogy azt is fogjátok mondani, mi, hogy már meg milyen hülyeségeket beszélsz. Erre a protokolláris gyógyítási módszer, ami a nyugat-európai országokra jellemző, abból meg teljes mértékben lehetett hiányolni, gyakorlatilag magát, az orvostudománynak a szépségét, az intuíciókat, amikor nem egy protokoll szerint megy a dolog, hanem amikor te kitalálsz valamit, hogy vajon mi lehet, és megkerülsz egy csomó utat. Kivéve Dr. House. Nem nézem Dr. House, tehát pont elég otthon nézni az én House asszonyt, tehát nem ilyeneket nem nézek. Szóval, hogy tulajdonképpen ez egy, én mindig attól tartok, hogy ezek az ezek orvos, a válságok, ember. Mint szakember, rohülik ezzel félretésben, azért mondom, hogy ezt nagyon idézőjelben mondom, de arra akarsz kiukadni, hogy a kreativitás, hogy nekem ezt kell követni, és mi van, ha én azt mondom orvosként, hogy én nem ezt akarom követni, mert szerintem ezzel jobban meg tudnám találni. Igen, de nincs olyan, mert hogy közben megtalálod, és akkor kevesebb költséggel jár a beteg gyógyítása. Ez a lényeg a protokolláris gyógyítási módszernek, hogy a lépéseket kell szépen lassan végigjárnod, mert lehet, hogy közben kiderül valami, hopp! Jobban szabad kezetek? Most szerintem valamennyire van, nem? Szintén a koromra hivatkozom, meg az eddigi orvosi tapasztalatokra, Herceg Béla főorvosra is utalnék, egy másik podcast adásban teljes mértékben szívemből szólt, hogy tehát azért mi még abban nőttünk föl, hogy az orvostudomány az valamilyen fok annak művelése, az egy művészet. Ugye, mert hát szoktuk mondani, hogy van egy szaglásom, és az orrommal érzem, hogy mert máskor is volt, meg csak ránézek a betegre, és tudom, hogy mi baja van. Tehát nálatok házi orvosoknál, mert ugye ti meg... Ismerjük a beteget, abszolút ismerjük. A kórházban talán... És az intuíció nagyon fontos. Igen. Tehát ránézel az arcára, és igazából nem tudod elmondani, hogy mit látsz, de meg tudod mondani, hogy ez az ember nincs jól, vagy... nem kap levegőt, vagy na, vérszegény, vagy ilyenek. Adjunk egy új lökést a beszélgetésnek. Ebben a kimutatásban az is benne van, hogy a kórházi adósság állomány legnagyobb tételét, sőt majdnem mindet, azok a kintlévőségek jelentik. Hú, most meg kéne pontosan találnom, mert felírtam, azt mondja, hogy igen, hogy az egészségügyi beszállítók felé van a legnagyobb adósság, körülbelül 4500 egészségügyi beszállító van az országban, mert hogy a béreket azért mindig kifizetik, utána a zsömlét meg kell venni, azt ki kell fizetni, a villanyszámlát, így van, és maradnak a beszállítók.
Na most jön, mert hogy az okokról beszélgessünk, és itt ugye az egészségügy nehéz helyzete, most egyrészt a pénzről beszélünk, aztán, hogy van-e elég orvos, meg van-e jó fizetés, minden ezt is lehetne mondani, de miért van ekkora kintlévőség? Laikusként azt mondom, és volt egy mondatot, hogy fejlődik az orvostudomány, új technológiák, új gépek, új módszerek kerülnek be, azt meg kell fizetni. Nincs ez túlárazva? Ki mondja meg, hogy egy mit tudom én, milyen gép, hogy egy injekció, hogy egy kétórás műtét, az miért 100 000 forint, vagy miért 75 millió forint? Az a helyzet, hogy én itt időbbenten ülök, amikor ezt elmondtad. Ugyanis véleményem szerint, profán példával illusztrálnám a gondolatom, hogy ha taxizni akarok, akkor vennem kell egy autót, és jogosítvánnyal kell rendelkeznem. Tehát ha az egészségügyet üzemben akarom tartani, akkor kell egy épület, kellenek bele emberek, akiket meg kell fizetni, és az, hogy én, tehát egy szükségszerű kiadás, mi az, hogy tartozások? Hát azokat meg kell finanszírozni. Erről szól az egészségügy. Nem tartozhat. Hát lehet tudni, hogy mi mennyibe kerül. Ha elmegyek 20 kilométerre egy utassal, az ennyibe fog kerülni. Ha megrendelem ezt az injekciót, nem tudom milyen tételbe, vagy PCR-tesztet, vagy bármilyen nagyon aktuálisak ezek a dolgok, ezt egyébként nem, mai napig nem értem ezt a PCR-teszt sztorit, hogy ez hogy a francba lehetséges, mert mindjárt is mondom, szerintem meg vagyok ma olyan bátor. Tehát ezek kiszámítható költségek. Ezeket a költségeket, akár tetszik, akár nem, az adófizetők pénzéből állnia kell az egészségügynek, persze belekalkulálva azt, hogy nem ártana, hogyha mondjuk egy picit rentábilisabb tudna lenni, mert tudjuk, hogy néhány szak azért rentábilisnak mondható az egészségügyben. Ezeket én sosem értettem, tehát kiszámítható dolgokról beszélünk. Ez hogy lehet az, hogy megcsúszik mégis? Mikor tényleg kiszámítható? Adatok vannak benne. Jó, megvan a kérdés, válaszok. Feri, az alulfinanszírozottság. Az mindenképp az. Hát nem, nincs annyi, nincs, nem adnak annyi. Nincs annyi bevétele, hát mint amennyi kiadása van. Igen, fizet a igen. Biztosító. Igen. Akkor rossz a rendszer. Hát ugye, azt kell megmagyarázni, hogy ugye mondtad azt a taxis példát, de ha az egészségügyben vagy, akkor ráadásul egy olyan taxit kell venned, ami ha esik, ha fúj, nem fog elromlani. Igen. Tehát egy olyan autót venni, amelyik garantáltan elmegy neked 500 000 kilométert hiba nélkül, azt csak aranyárért tudsz venni. Tehát azt nem tudod bemenni az autószalomba, és mondjuk 100 forintért megvenni, az garantáltan 1000-1500 forint lesz. De nem az nem normális, hogy akkor ebből indulok ki? Hát, hogy nem abból, hogy hát kihúzzuk, vagy nem. Nem, az egészségügy az egyik legfontosabb dolog ma a világon. Tehát akkor azt mondjátok, hogy... Azt mondom, hogy először erre kell elkülöníteni pénzt. Ez nem lehet veszteséges. Tehát nem lehet az, hogy mondjuk elesel, elvágja a lábadat egy rozsdás vas, bemész és nincsen tetanusz. Nem fordulhat elő egy kultúrországban ilyen, nem kultúrországban, sehol a világon. De ki erre mondja kell... meg azt, mert bennem kettő kérdés van, ki mondja meg azt, hogy egy adott műtét az, itt nem mindegy, melyiket mondom, teljesen mindegy, nem is mondom, hogy az adott műtét az miért 1 millió forintba kerül, a másik miért csak 700 000-be, ugyanaz, amelyik mondja, 1 millióba kerül, az miért 1 milliót mond? Miért nem mond csak 800 000-et, vagy 500 000-et, vagy 150 000-et? Tehát, hogy van egy túlárazás, az a második kérdés, hogy akár túl van árazva, akár nem ez az ára, akkor ezt viszont be kell fizetni jelen esetben az államnak. Az állam költségvetéséből. Hát bocs, tehát az adófizeték pénzéből gazdálkodik. Igen, de most azt kvázi nem te fizeted, hanem ugye... Igen. Hanem megbízok valakit, akiben tényleg megbízok, mert okos, átlátja, és akkor nézd, öreg, itt van a pénzem, légy olyan kedves, úgy oszd majd el a különböző szakcsoportok között, ahogy az a lehető legjobb. Na de ez nem a lehető legjobb. Egyébként ugyanaz határozza meg, hogy mi mennyibe kerül véleményem szerint, aki kitalálja azt, hogy 1 kilométer aszfaltút mennyibe kerül, és ugye Magyarországon híresen drága az aszfaltút. Na, ezt mondott te. Szerintem... A két laikus erről olyan jól elbeszélgettünk. Oké, csak várjál, én szándékosan beszélek úgy, hogy én felvállalom azt, hogy tájékozatlan vagyok, egy józan paraszti észre próbálom végig gondolni, és ez adatszinten ez jön ki, és egyik pontjába se tudsz belekötni. Na, most akkor így egy kis vizet. Mindig ezt kapom meg, hogyha okoskodok. Igen, az egészségügyben kétféleképpen lehet finanszírozni. Az egyik úgy működik a kórház, hogy elvégzel egy munkát, mint a villanyszerelő, és kifizetik a munkádat. A másik a házi orvosi rendszer, ahol meg adnak neki X összeget, azt ebből gyógyítsd meg a betegeidet. Tehát a kettő látszik, hogy
De egyik se jó nyilvánvalóan, mert egyébként nem lenne mind a kettő. Az, hogy melyik beavatkozásnak rentábilis vagy nem rentábilis, az pedig hát nehéz megmondani, hogy hogy számolják ki egyébként tényleg a egy műtétnek az árt, hogy miért 1 millió forint, miért nem csak 800 000 forint. Valószínű, hogy lobby érdekek azért besegítettek, és akkor akinek jó ismerőse itt ott volt, az azért besegített abba, hogy azt a beavatkozást azt jobban finanszírozzák, vagy kiharcolta magának. Egyébként a baleseti sebészeti szakma az például nagyon keményen kiharcolta magának, hogy megemeljék a finanszírozását, de ők úgy, hogy minden egyes műtétnél leírták, hogy ez meg ez történik, ennek ez és ez a költsége, kiszámolták és kimutatták nagyon kemény munkával a minisztériumnak, hogy már pedig ez kevés, és megemelték. Akkor ti, mint szakma, mit mondotok arra a kérdésre, hogy én még csak ragoznám ezt, hogyha egy adott műtét, egy adott beavatkozás, egy adott gép ára, hogy ez. Ti hogy látjátok, ha most 100%-ot veszünk, mennyire mondanátok azt, hogy ezt körülbelül eltalálták, ez tényleg annyiba kerül, ez, hát itt sokkal többet is kérhettek volna, vagy mondhatnának, és aztán jön az én félelmem, hogy valószínűleg a nagy százalékban itt minden túl van lőve. Józsi, hagyj mondjak egy dolgot, én úgy egy darabig azért úgy benne voltam így a kórházzal kapcsolatos dolgokba is, és hát a finanszírozással kapcsolatban elhangzott, hogy most ennek a szakmának a finanszírozása nagyon jó, és akkor ezt forszírozták, az meg veszteséges, és az olyan döbbenet volt számomra, hogy kicsit azok a kollégák úgy le is voltak nézve, hogy hát ugye, hát ezek csak viszik a pénzt. Mintha nem végeznének komoly munkát. Igen. És hát, mert hogy azt kell tudni, hogy mondjuk ti kiharcoltátok a baleseti sebészek, hogy megfelelőbb legyen a finanszírozás, de sokra nem mentek vele, mert ez a kórházhoz úgyis amblok érkezik be, és hát a nyereséges idézőjelbe tevékenységek leosztása történik akkor a nem nyereségesek felé. Egy közös kassa van. Egy közös kassa van. Tehát amit az egyikbe betettek, azt a másikból kivettek. És akkor a kérdésre egy válasz, hogy ki hogy dönti el, hát és nem akarok ilyen rossz ízű dolgot mondani, hogy egy éjszakai rossz álomtól, vagy mitől függ, mert ezek a finanszírozási ingadozások évről évre változtak. Voltak nagyon jó osztályok a következő évben, meg hát már meg most meg te vagy a veszteséges. Hát, tehát nem is egységes, folyamatos volt. Tehát hol itt volt emelés, ott csökkentés volt, és úgy nem igazán láttam rációt. Volt itt egy szó, ami ráadásul én meg is ütötte a fülemet, mert ez itt tényleg az, hogyha az ember kiáll az érdekeiért, és megpróbálja a helyére tenni azokat a dolgokat, amik kisegészen szakmai alapokon nyugszanak, de miért kell ezt kiharcolni? Hát nincs egy szakmai vezetés, aki ezt tudja, aki azt mondja, hogy nem, gyerekek, az ott nem jó. Nem jó az ár. Tehát ezek az emberek nem ezt a munkát végzik el, más, tehát ez azt jelenti, hogy az, aki fölülről szemléli a sztorit és eldönti, hogy mi mennyit ér, az nem tudja, hogy mi mennyit ér. Igen, ez rengeteg szakértelem, meg rengeteg munka kell, hogy ezeket meghatározd. De ezért választottuk ezeket az embereket, szerintem nem? Hát Romi, úgy gondolom, meg bocsánat Józsi Feri, hogy én úgy gondolom, ugye az elmondottak alapján, hogy ez mindig változott is, és hát ráadásul azt pedig tudtuk jól, hogy olyan kormányzat még nem volt, aminek konszolidálta volna végül is évvégén az egészségügyet, hogy évelején majd szorítjuk, és akkor mennek is ám a ilyen-olyan levelek a kórházigazgatókhoz egyéb helyekre, hogy ha ennyi meg ennyi, most már azért tessék, és hát a kórházigazgatók is kénytelenek szorítani akkor, mert hát őket is szorítják, és hát ezzel próbálják valamennyire a költségeknek a elszabadulását, elszaladását mérsékelni, de hát végül is előbb-utóbb, mint ahogy tapasztaltuk, hát kifizetésre kerülnek ezek. Tehát akkor a vége, amit te mondtál, hogy miért nincsen kifizetve, akkor tulajdonképpen azt el tudjuk mondani, hogy azért csak végül kifizetve. De minek ez a módszer?
Ezt ne dőzsöljenek. Azért van, hogy mindenkinek szoruljon össze az összeszorulni valójában, hogy jaj, már megint baj van, de a végén majd beteszem a lóvét, hogy tessék itt, hogy gyerekek, megmentettelek benneteket, vagy ez arról szól, hogy vagy ez politika, ezzel, hogy a végén azt tudom mondani, hogy én vagyok a császár, és te, igen. Hát ez volt olyan, aki takarékos volt, és akkor tényleg lett valami nyeresége, el is vették tőle. Pont ittam. Ez az létezik? Vagy ez csak komolytalan. Az létezik, hogy az csak az én tudatomban van, hogy volt ilyen, vagy van olyan idő, vagy most is éljük azt az időszakot, hogy megvan mondva, hogy egy kórházban mondjuk egy típusú műtétnél ennyit lehet elvégezni egy nap, egy héten, egy hónapban? Igen, volt ilyen. Mert engem ez felháborít, mint beteget, mert hogyha megvan határozva, mondjuk egy hónapban mit tudom én, 144 darab mandula műtétet lehet csinálni, és én a 145. vagyok, gyaníthatóan akkor is el lettem volna látva, vagy el is láttátok a beteget, de engem akkor is felháborít, hogy álljon már meg a menet. Sőt, hát, ha kiveszik a vakbelét, és a, vagy manduláját inkább azt mondom, de egy hónapon belül begyullad a vakbele, az úgy szintén, mert egy hónapig a kórházból távozás után garanciális időben van, és nem kap rá finanszírozást a tehát kórház. Tehát ha kiveszed a manduláját, garantálni kell, hogy egy hónapig semmi baja nem lesz. Hát esküszöm, mint a cipészek, ha komolyan mondom. Ugye? Most egy hónapig nem fog leválni a cipőtalpa, ha én csinálom. Ez őrület. Ez tényleg őrület. Én nem is tudtam, hogy ilyen rendszerek vannak ebben az egészségügyben. Komolyan nem is tudtam, hogy van. Így próbálják megfogni a költségeket, tehát hogyha teljesítményfinanszírozás van a kórházban, akkor nyilván mindenki próbál minél nagyobb teljesítményt lejelenteni a biztosító felé és begyűjteni a pénzt, úgyhogy ezért meghúzták a limitet, hogy eddig elmehez, de nem tovább. Csak az volt a baj, hogy a limitet azt nem úgy húzták meg, hogy megnézték, hogy átlagosan hány mandula gyulladás van a megyében egy hónapban, mert akkor tudták volna, hogy 145 van, nem 144, hanem... Mondták, hogy 12 a négyzeten, a 144, igen. És akkor ez egy négyzetszám az jó lesz. De itt is ugye a megfelelő szakember hiány, vagy én nem is tudom, mi lehet ennek a hiánya. Vagy vezető hiány. Vagy vezető hiány, aki ezt meghatározta. Jó? Igen, szakértői vezető hiány. Én kimerem mondani. A pénzről beszéltünk eddig, de én egy fél mondattal ugye említettem, hogy folyamatosan halljuk, és ha már egészségügy, akkor ugye erről is beszélnünk kell, hogy... Tehát mind a hármatoknak kinyílt a szem, amikor azt mondtam, hogy szakember hiány, hogy amikor azt mondtam, hogy nincs megfelelő ápolónő, nincsen megfelelő, nem tudom én, egyéb személyzet, nem tudom őket hogyan szoktátok nevezni, mert nem feltétlen csak a klasszikusan az orvoslásban résztvevő kórházi dolgozóra gondolok. Technikai meg. Egyéb kolléga, ezért neveztem így is a bocsánat az egyéb szó miatt. Szóval... ez is az egészségügy betegségének az egyik kórokozója? Ha már azt mondtuk, hogy beteg az egészségügy. De a munkát mindenképp megnehezíti, tehát azért egy modern orvoslásban informatikai háttér kell, gépészet, mérnöki munka. Ezek adottak? Ápolónő is azért. Hát, a technikai állami, háttér? Hát, hogyha megnézed az állami béreket, meg a piaci béreket, akkor sejtheted, hogy a... Ebből, nyilván a piacon magasabb fizetést kap ugyanez a dolgozó versenyszférában. Nem, most a technikát mondom, mert egy fél mondat volt, tehát igen? Megfelelő gép, megfelelő számítógép minőségben, megfelelő mennyiségű injekciós tű, mit tudom én mi kell, megfelelő CT gép, tehát a gépek azok adottak, erről ne beszéljünk, ami kell, van. Sokszor adományokból. De van. Az utóbbi két év az jó volt a Covid szempontjából, tehát a felszereltségünk az egyébként rendkívül jó lett a jó. Covidnak köszönhetően. Okay. Zárójel. Csak meg volt egy ilyen technika, akkor jön a következő, hogy az ember államány, tehát és ugye őket megfizetni. Mert ugye, bocsánat, most direkt donoszt leszek, hát annyi hírt hallottunk az elmúlt időben, hogy emeltük az orvosok meg a kórházi dolgozók bérét. Hova panaszkodtok? Ezt most nem komolyan mondta, nehogy félre is. Ezért mondtam, hogy gondolom ezt nézőségig. Most a jelenlegi hangulatom olyan, hogy a fizetésemmel én most elégedett vagyok, de ez nem azt jelenti. Tehát ugye, ahogy a Hofi mondta, hogy ha tud focizni, vagy a focistának tudod, hogyha
tud úszni? Nem is, ha megfizetem. Persze, tehát, hogy igen, hír, igen, tehát nem az lesz, igen, hogy most hirtelen mondjuk az orvosbéreket rendezték, most a más többiekére majd vissza fogunk térni, akkor hirtelen minden meg fog javulni. Ennek majd egy 5-10 év múlva, vagy 20 év múlva lesz hatása, hogy most már a gyerekeknek mondhatom, hogy gyertek orvosnak, nem csak azért, mert ez egy nagyon szép szakma, hanem azért, mert szépen meg fogtok élni belőle. Egyébként ez a világon mindenhol válságban van, már maga az, igen, orvoslás, igen, meg az orvos, igen, szakma, igen, mert ugyan baromi sok pénzt lehet vele keresni Nyugat-Európában, tehát egy ortopéd orvos az Egyesült Államokban havi 12 millió forintot keres. De ennek ellenére hiány van ortopéd orvosból, mert ugyanennyi munkával, az 50-et keres. Ugyanennyi munkával, ugyanennyi tanulással, meg ugyanilyen intelligenciával, adottságokkal egyébként sokkal könnyebben meg lehet keresni ugyanezt a pénzt, vagy többet. Igen, mert ugye itt a befektetett idő és tudás, hát nem véletlen, hát nem mennek orvosnak nagyon sokan, hát engem gyakorlatilag az orvosi egyetem ajtaján nem engednének be a képességeimet tekintve, tehát azért oda... Erre gondolok. Csak is erre. Esetleg talán intellektuálisan is, ahogy is lehet, de inkább ez a vérlátvány. Azt talán az kevésbé. Mielőtt viccet tennék, az, hogy valóban az egyik oldal ez, a másik, hogy azért iszonyatosan sokat kell tenni azért tanulásban, és azért nem úgy, hogy elvégeztem az orvosi egyetemet, és akkor másnap én már a kánoán ömlik az ölembe. Tehát azért nagyon sok évnek el kell tenni, tehát iszonyat mennyiségű munka van mögötte. És iszonyú felelősség utána. És a felelősséget... Képzeld el, hogy a cipész nem 38-as, hanem 37-es cipőt csinál, akkor mi történik? Na bum, visszaadod, és kit érdekel. De ez a jobb lábja, nem bal. Ja, bocs, kéz. Tehát a hülye viccet hozva. Tehát itt tévedésre nincsen lehetőség. Nekem ez egyébként egy nagyon-nagyon fájó pontom, hogy valamiért az utóbbi 20 évben, vagy nem tudom, mert hogy nem nincs annyi. Minthogyha mesterségesen nem a helyén kezelnénk a dolgokat, és ebbe az egészségügy is, illetve az orvosi egzisztencia is beletartozik. Tehát én komolyan mondom, tehát ez nonsens, hogy és most ez olyan hülyeség, hogy financiális vonzatát szemlélem ennek a sztorinak, de ez egyszerűen nonsens, hogy lehet egy orvost szidni azért, mert én civilként nem. Tehát az a Covid, hát engem... Tehát nem közvetlen érintettként, hanem megfigyelőként felháborít. Ez teljes mértékben felháborít. Tehát az orvos legyen már mindenek fölött. Hát ő abban segít nekem, hogy életben maradjak adott esetben. Hát hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen szakma képviselője mondjuk kevesebbet keres, mint egy banki menedzser? Hogy a francba fordulhat ez elő? Milyen érdekes, emlékszel, nem voltatok itt a pedagógiáról, a pedagógusokról volt szó néhány podcasttel ezelőtt, és mi nagyon keményen kiálltunk a pedagógusok mellett, hogy, és ugyanezt körülbelül hasonló módon elmondta a Robi is, meg én is, hogy a tanár, a tanítónéni, az óvónéni. Igen, van néhány ilyen szakma. Igen. Így van, tehát ugyanez a kategória, és az orvos egyébként ugyanez a kategória, hogy beszélhetünk itt ügyvédről, nagyon fontos, hogy szép házak épüljenek, nagyon fontos, hogy az újságíró az úgy kérdezzen és olyan műsorokat csináljon, hogy te nagyon jó zenéjél. De hol vagyunk mi ezekhez a szakmákhoz képest, és még vagy kettőt biztos tudnék az égre sorolni. Igen, igen. Na jó, most ez volt, hogy egy kicsikét dicsérve titeket, vagy éppen a szakmát, de nem feltétlen konkrétan a személyekről, hanem na, egyetértek, ezt csak így hirtelen közben vágtam. Ugye egészségügyben nem csak orvosok dolgoznak, tehát beszéljünk a nővérekről, tehát az orvosbéreket most rendezték, azt mondom, hogy ezzel egy pár évig talán el leszünk. Ez az inflációt is nézünk. Jó, nyilván inflálódni fog. De a nővérek bére az egészen botrányos. Tehát, hogy ha belegondolsz, hogy főiskolai diplomával véleményem szerint az egyik legjobban kereső állásnak kellene lenni a nővéri munkának. Tehát, amit főiskolai végzettséggel elérhetsz. Hát hol van a többi főiskolai végzettséggel elérhető munkához képest egy nővér fizetése? Hát valahol nagyon hátul. Igen. Igen. És ennek megfelelően ugye nem fogsz nővért kapni, vagy ha kapsz, akkor az nem lesz olyan, amilyet te szeretnél. Ugyanez ez a jellemző most, nem? Igen. Hogy nem olyan, amilyet szeretnél. Igen. Nem bántom őket, tehát nagyon becsületesen végzik a munkájukat, de jobb lenne nyilván egy nagyobb merítésből, igen, válogatni. Igen. Jó, ez megint ugyanaz a probléma, amit a pedagógus kérdésnél is ugye mondtunk, hogy általánosságban beszélünk most,
hogy amennyire elismert szakmának kellene, megbecsült, és nem csak anyagilag, a pedagógusnak, az orvosnak, a nővérnek lennie, mára, bocsássák meg nekem. Mi az, amit manapság megbecsülnek? Mert én is ez, inkább általános. Igen, ez az egyik, de én most azt akartam ebből kihozni, és sajnos. Nem tudom, hogy erre gondoltál le, Robi. Én mindenre gondolok egyszer. Hogy most, ha a pedagógiát nézzük, akkor nem tudom, hogy az ápolónőknél lesz ugyanezt elmondható, és dobáljanak meg érte kővel, és Isten bizony nem bántásként mondom, hogy felhigult esetleg ez a szakma is, az a szakma is. És amikor ma azt mondja valaki, hogy jaj, én nekem egy ilyen tanárnővel, egy ilyen orvossal, egy ilyen ápolónővel volt dolgom, akkor nem mondom, hogy nem lehet találni egy ellenpéldát, vagy akár még többet is. De ha a helyére kerül, nem csak anyagilag, hanem megbecsülésileg és minden tekintetben, akkor ez a higultság, ez el fog tűnni. És már csak tényleg olyan valaki megy pedagógusnak, orvosnak, ápolónőnek, nem tudom én minek, akinél tényleg az elhivatottság van, tényleg a nem tudom én mi van. Hozzáteszem, hogy egyébként én szerintem a javánál még most is igaz ez. Tehát én azért optimistán vagyok. Igen, hogy mondjam, ez a felhígultság, tehát részben aztán az anyagi megbecsülésnek a hiánya, hogy orvosok közül is, nővérek közül is sokan ugye a külföldi jobb körülményeket, anyagiakat választották. Tehát így mondhatjuk, hogy egy középgeneráció az kiesett az egészségügyből. Régen még ugye mindig a koromra és a régiekre hivatkozom, mert hát megértem azt, úgy mondtuk, hogy iskolák voltak az egészségügyben is, orvosok, akkor főnővérek, akik megtanították a nővéreknek a munkálatokat. Kiesett a középgeneráció, aki szintén részt vett volna ebben, és hát, ahogy mondjam, ugye, hogy a háziorvosoknál is talán már 50% fölött van a 60 évben felüliek aránya, és hát kórházi osztályokat is tekintem, hogy hát már mindenhol ilyen 60 közeli, meg 60 fölötti főorvosok vannak, kivétel ugye azért baleset és sebészeten nagyon sok fiatal is dolgozik, illetve vannak fiatalok, akik aztán 2-3 év múlva találnak valami kedvezőbb helyet, és tovább állnak, és hát ugyanígy a nővéreknél is cserélődik. Én azért egy pozitívumot hagy mondjak, hogy nem tudom, annak köszönhető-e, hogy most már egy ilyen 6-8 évvel ezelőtt ugye jött ki egy olyan rendelet, ez a röghöz kötésnek is mondják, hogy az orvosi egyetem végzése után ugye 10 évet Magyarországon alá kell írni, hogy 10 évet Magyarországon fognak tölteni, és nem mennek külföldre, mert akkor hát egy elég jelentős összeget kell fizetni, bár egyesek szerint ez sem egy teljes védelem, mert hogyha olyan helyre kerül, lehet, hogy három fizetésből kifizet. Hát, igen. De én most úgy az utóbbi években nagyon pozitív tapasztalatokkal gazdagodtam. Jöttek is vissza külföldi munkavállalásból, és fiatalok, mert hát én ilyen oktatóházi orvosi körzet is vagyok, hatodévesek, rezidensek fordultak meg nálam, és ők már itt helyben kívánják a továbbiakban végezni a tevékenységünket, úgyhogy ez bizonyos fokig egy optimizmusra ad alkalmat, csak hát ugye ez a nyugdíjas generáció kibírja-e addig, amíg ezek a fiatalok fölnőnek a feladatokhoz, vagy beszakad a dolog. Hát most azt tudom neked mondani, hogy bírja sokáig, mert ugye nekem a házi orvosom vagy, és nem óhajtok máshova menni. Úgyhogy hajtolakodnak? Az elsőn, úgyhogy még amíg az elsőig föl tudok menni, jó, addig vállalom, jó? Le kell költözni a földszintre. Igen, hát vagy beköltözök hozzá, ja, egy születkor után. Igen, nem az a baj, hogy elmennek egyébként, tehát pont az lenne a jó, hogyha elmennének 2-3 évre külföldre, csak az nem jönnek vissza. És pont abban a 10 évben, amikor röghöz kötik őket, akkor kellene nekik, mert akkor még nincs család, nincs praxis, stb. Akkor tudna tanulni, hazajönne, még én is tanulnék tőlük, nem is keveset.
No, hát nincsen már olyan sok időnk sajnos, de még azért annyi van, hogy azt mondtam, hogy a végén a megoldásokról, ha vannak megoldások. Ugye egyik volt, amit az elején gyorsan ki is pipáltunk, hogy ez a többet fizett TB-t, vagy kevesebbet fizett TB-t, aki így úgy él, ezt lelőttük, hogy nem biztos, hogy ez a fő-fő megoldás. De mit mondtam, a magánegészségügy például, amit ugye az amerikai filmekben szoktunk látni, hogy mit fizet a biztosítása. Ezt fizeti, akkor ezt megkapja, azt nem fizeti, akkor meg is halhat. Ez lehet út? Hát láthatod, hogy út. Hát ez út. Ott ez megoldotta ezt a kérdést? Nem oldotta meg. Más miatt van. Rengeteg embernek nincsen ellátása, amit ma Magyarországon természetesnek veszel. Például onkológiai ellátás nincs benne a biztosításban. Egy onkológiai betegség az tönkreteszi a családot, már anyagilag. Tehát ott úgy van. 100 milliókról lehet szó. Így van, és akkor egy csomó ember a gyógyulás helyett inkább azt választja, hogy csendesen meghal, mert egyébként tudja, hogy generációkra eladósodik a család. Tehát ez nem megoldás, ami az Egyesült Államokban van. Egy biztosítási rendszer, vagy egy ilyen állami rendszer, mint ami most nálunk van, az jó, mert mindenki hozzáfér. Az a társadalomnak az érdeke, hogy ne maradjon ki senki ellátás nélkül. Tehát azért, mert nincs pénze, ne maradjon ellátás nélkül. Ez össztársadalmi érdek. Ez a teljes társadalomnak a teljesítményét javítja. Hogyha egy csomó embert az útszélén hagyunk, az nem azzal jár, hogy megspórolunk egy csomó pénzt, hanem hogy veszítünk vele. Hol húzod meg azt a határt, mert mondjuk lehet egy, akkor kérdezem is közben, a magánnyugdíjpénztár, mint olyan, mert ezt tulajdonképpen akár most is lehetne, akár bárhogy is hívhatjuk. Volt ilyen. Igen, de ezt most is megvan, hogy én fizetek egy olyan biztosítást, mi ennek a neve? Plusz egészségügyi, magánegészségbiztosítás, vagy magánegészségbiztosítás. Tehát ez most is van tulajdonképpen. Tehát ez lehet akkor egy út, gondolom én, vagy ez segíthet rajtam, de bennem ez egy kérdés, hogy hol húzom meg azt a minimum ellátást, amit mindenkinek meg kell kapnia azért a TB-ért, amit fizet, és mi az a plusz szolgáltatás, amit már csak azok kapnak meg, akik akár magán vagy egyéb úton finanszírozzák, mert én, bocsánat, nem tartanám jónak, és én most abszolút a beteg, a vásárló, a felhasználó, a szerencsétlen áldozat oldaláról nézem, hogy azért, mert én nekem kevés pénzem van, egy 100 milliós műtétet rajtam ne csináljanak meg. Hát az én életem ugyanannyit ér, mint bárki másért. Így van, maximálisan egyetértünk, tehát az erkölcsi érzékünkben ez nem fér bele, hogy valakit nem látok el azért, mert Igen. Nem tudtam fizetni magán, nem tudtam fizetni. Nekem már az is gondot jelent, hogyha behoznak egy külföldi beteget, és annak az ellátása akadozik azért, mert mit tudom én, mire lelevezik a biztosítójába, hogy finanszírozza vagy sem. Igen. Nekem az már lelkiismereti problémát okoz. De gondolom ez a társadalomban, Magyarországon ez egy nívó, egy elfogadott dolog, hogy nem hagyunk senkit. Igen. És vajon be lehet egy olyan típusú keleti országban, mint mondjuk Magyarország vezető. Hát ezt azért mondtam most idézőjelben, mert mondjuk ha az Amerikához vagy a nagyon fejlett nyugathoz nézem, ahhoz mi még mondjuk keletibbnek minősülünk, ami ott már évszázados hagyománya van, mások a felfogások, az embereknek a gondolkodása más. Ott lehet, hogy egy ilyet be lehet vezetni és működik. Ha egy ilyet is bevezetnének Magyarországon, az szerintem az... Ez az egész történet, történelmi gyakorlatilag. Másként vagyunk, így van. Hát ez azért van nálunk így, mert amikor betört az úgynevezett kommunizmus, akkor minden ember egyenlő, minden ember egyforma, minden ember azonos egészségügyi ellátásban részesül, alanyi jogon jár. És ezt mi elhittük, hogy ez tényleg így van. Az a vonal, hogy hol van az a vonal, kérdeztek, azt már réges-régen meghúzták. Ezzel nem kell agyalni. A társadalmi hierarchiában egy bizonyos szint fölött lévő embereknek akkor is jár, ha nem kérik. Ő nem fog elmenni neked az STK-ba, hanem ő ez azonnal a pénzének, a kapcsolati tőkének köszönhetően tudja, hogy hová kell mennie, nem probléma. Na jó, és akkor még egy picit hagyj folytassam, így van, drága. Nagyon szép ez a gondolat, és én ennek a gondolatnak a hatása alatt szeretném leélni az életemet, de ha kinézek az állatvilágra, a természetre, nem így működik. Ez nem azt mondom, hogy ezt be kell hozni a mi emberi létezésünkbe, csak ez egy picikét sem idegen a földbolygótól, hogy szemtelen,
hogy nem képes, hogy hívják azt, amikor bele tudom magamat képzelni. Az empátia. Az empátia nélküli, és ezen egy csomó ideológiával próbál segíteni az ember, de nem sikerül. És én még annak még mindig örülök, ami most van jelenleg, mert ez lehetne sokkal, de sokkal rosszabb. Engem csak az zavar, hogy amiről beszéltünk, ez a finanszírozottság, hogy én azt mindig azt hiszem, hogy át vagyok vágva. Hát ezt lehet tudni, hogy ennyi hiánya lesz, add már neki oda. Miért nem adod neki oda közbe? Miért kell eljátszani azt, hogy na öreg, akkor odaadom, nem adom, tönkre nézni, add már oda, add neki oda júniusba. Hát tudod, hogy oda fogod úgy is adni, akkor mit kell itt feszíteni a húrt ezzel a baromsággal, nem? És egyébként az a legjobb benne, hogy 10 éve ezt csinálják, 20 éve ezt csinálják, tehát nem okoznak meglepetést, hát úgyis tudom, hogy ki fogja fizetni. Igen, de mire jó ez az egész porhintés? Jó, hogy idegeskedjek, hogy jaj, az a költségvetés és tartalékok, gyerekek, jó. Ezen fog mindig múlni. Robi, mi ketten megint megválaszoltuk azt a kérdést, hogy mi lesz a megoldás. Van megoldás? Lehet ez egy jó út? Vagy pedig enyhíteni lehet? Vagy mit, nem tudom, ti mit mondotok? Magánegészségügyre gondolsz? Ne, egyáltalán. Azt mondtuk, az volt az első, azt mondtuk a legeslegején a beszélgetésnek, hogy beteg az egészségügy. Mikor lesz gyógyult? Soha. Soha. Tehát ez nem úgy működik, hogy meggyógyul, majd a következő válságba fogunk átlépni. A finanszírozás mindenképp növelni kell, ugye a másik oldal, mert mindig azt mondják, hogy keveset adnak, úgyis lehet hiányod, meg úgyis, hogy túl sokat költesz fölöslegesen. Ugye arra azért ki kell térni, hogy annyi ellenőrzés van a nyakunkon, annyira szigorú, hogy pazarolni nem tudunk. Tehát, hogy ne gondolja senki, hogy itt pazarló a működik az egészségügy, és szórjuk a pénzt. Tehát nem azért van hiányunk, mert azt nem effektíven költjük el. Lehetne, de nem így van. Hagy mondjak már egy példát egyébként, amikor úgy gazdasági szakember beleszól a semmig. A MÁV kórházban, mikor dolgoztam, akkor egy ilyen gazdasági középvezető jött, én akkor sebészeten voltam, és szóvá tette, hogy mennyi fonalat használunk, varró fonalat. Hát ekkora pici kis fonalak vannak a betegekben, hát most hogy méterszám, de ahhoz, hogy megkössük esetleg a hasának az aljába, le tudjam vinni azt a csomót, hát ahhoz egy fél métert, 3/4 métert le kell vágjak, és hát utána azt már nem tudom még egyszer befűzni a tűbe, tehát hát igen, ez nem egy olyan, pazarlom. Hogy megmarad a spárga fele, akkor azt majd a következőbe tenni, akkor azt nem, tehát azt muszáj vagy kidobni, hogy te se szeretnél használt fonalat. Pont ezt, hogy miért tudjátok úgy kiszedni varratszedést, hogy fel lehessen használni még egyszer. De ne idegesítek meg, egy rohadt injekciós tűt egyszer benyomom, mert lenyalom a végét, azt mehet a következőben. Szórakoztak. Szerintem megoldottuk a problémát. Meg. Ha még van bennetek valami, talán most érzem először úgy a podcastjeinknek a sorában, hogy úgy most elégedettem vagyok a végén. Most úgy bontanál egy üveg bort. Igen, hogy elindultunk valahonnan és eljutottunk valahova, bár nem vagyunk optimisták. Igen. Sajnos, de talán amit én gondoltam, úgy mindenre kaptam választ, meg nem tudom. Hát akkor viszont egy dolog maradt hátra, hogy köszönöm, hogy itt voltatok. Egyébként nézem az időt, pont le is járt a műsoridőnk, úgyhogy ezt mintha ügyesen ki is találtuk volna együtt. Mi legyen a végszavunk, Robi? Nem akarom. Én most nem adok semmi végszót, mert egy kérdés merült fel bennem, és azt a kérdést nem fogom most elpuskázni. Azt tudni biztos, mert itt ülünk megint egy óra hosszáig. Jó, akkor legyen az a végszavunk, hogy ahogyan a pedagógusoknál, az orvosoknál, kórházi dolgozóknál, ápolónőknél és mindenkinél, aki ebben a szakmában van, jussunk el oda, akár jól finanszírozott, akár nem jól finanszírozott az egészségügy, hogy ők, mint szakma, minden tekintetben legyenek megbecsültek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kedves nézőkönöknek pedig köszönöm a figyelmet. Nagyon élveztem a beszélgetést. Remélem önök is. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra. Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó.